forgóval. Így ősztájban már csak olyan száraz kóró formájában találkozunk, és így Zalába menet nagyon megörültem, amikor virágzó napraforgó tábla ránk köszöntött. Mutatva, hogy ebbe a szárazságba is van az élet, és bízni kell abba, hogy igaz, hogy ebből szem nem lesz, de takarmánypótlónak, vagy zöldtrágyának még a címernövényünk megteszi. Ilyenkor ebbe a száraz őszbe bizony nem könnyű kiszedni ebből a földből a petrezselymet, pedig az egyik legértékesebb zöldségfélénk elengedhetetlen a húslevesbe, a zöldséglevesbe. Ezt az értékes és megőrzött zöld lombot így ősszel ne dobáljuk el, hiszen ha lecsavarjuk, ezt a zöld lombot tudjuk szárítani, zacskóba, üvegbe, eltéve használni, és akinek van lehetősége rá, ezeket a kis apróbb gyökereket akár virágcserépbe elültetjük, és a konyhába, az ablakpárkányon kihajt ebből a tőrózsából mindig egy-egy friss zöld levél, és mindig friss petrezselymet tehetünk vajaskenyérre, levesbe, becsempészve a téli ételekre, a tavaszi szín és az ízt. Gond volt a bor értékesítéssel, így sokszor telehordók várják a szüretet, várják az új bort. Hát új hordót kell avatni. Pálffy Dénes barátom abba avat bele, hogy hogy kell beavatni az új hordót ebbe az esztendőbe, amikor új tárolótereket keresik. Én saját gyakorlatomat, tapasztalatomat mondom, ami eddig bevált. Bármilyen fából is készül a hordó, ahhoz, hogy tölthető legyen, alapos előkezelést igényel. Én ezt 3-4 héten keresztüli hidegvizes áztatással csinálom, 2-3 naponként cserélve benne a vizet. Szederből is, akácból is egyrészt ízanyagot vesz fel a bor, másrészt színanyagot, de a tölgynél a színanyag a legzavaróbb, mivel a tannintól sötét, barnává válik a bor. Ezért itt a legkritikusabb az előkezelés. Amikor a száraz fát hideg vízzel felpuhítom, utána jöhet bele az forró víz, többször alkalmazva, 3-4-szer, utána újra hideg vízzel töltöm, utána megint forró vízzel kezelem, de akkor már szóda nélkül, 2-3-szor, és egy újabb hidegvizes öblítés után tölthető a hordó. De az első forrás után, első töltés után célszerű, az első fejtésnél használt hordóba fejteni a bort, és a forrás után tehát szárazra állítani a hordót.